kemencében készíthető halak közül az egyik kedvencem a pisztráng, ugyanis ebben sincsen szálka, akár csak a sülőben vagy harcsában, csak ilyenkor téli időben sülőt még csak-csak beszerzi az ember, de a harcsát már nem annyira. Köretnek az egyik része lesz egy grillezett, illetve kemencés cukkini a fűszervajas sült pisztráng mellé, illetve nagyon sok kultúrában az olajos magvak, például dió, mogyoró, kesúdió, illetve egyéb ilyen olajos magvak, tehát ugyanígy szerves részét képezik a gasztronómiának. Pirított mogyoróval kezdjük, amíg gyorsan összekészítjük az egészet, addig betesszük egy ilyen 5-8 percre a mogyorót pirítani. Amíg tehát a mogyoró megpirul, ami egyébként tudni kell róla, hogy mivel olajos magról beszélünk, semmi mással nem tudom ezt összehasonlítani. Kávébabot nem tudom, hogy evette már valaki nyersen, én megkóstoltam egyszer Vesztemre, borzalmasan rossz. Viszont pörkölve, azért ugye nem véletlenül milliárdok rajonganak érte. Hasonlóképpen van ez a magyaróval, amit még nyersen is nagyon szeretünk, tehát pláne ugye erről a fa magyaróról beszélünk. Fa magyaró, dió ugyanígy nyersen nagyon finom. Viszont mihelyt egy kis pörzs ízt kap, mihelyt megpirítjuk egy cseppet, összehasonlíthatatlan, tehát lényegesen nagyságrendekkel más lesz az íze. Ez fogja egy kicsit feltuningolni magát a pisztrángot, ezt a fűszervajas pisztrángot, illetve a cukkinit majd, amit elkészítünk grillezve. A pisztrángba pedig ugye, mint említettem, kerül vaj, kapor, illetve a fokhagymát az előbb látták, hogy abból tettem bele. A fokhagyma és a kapor, ez a kettő fűszer az, ami a fehér bors mellett. Én ezt most ebből az egészből a fehér borsot kihagyom, de talán ez a három az, ami nagyon, nagyon illik a halakhoz. Egyesek szerint még egy pici gyömbér, esetleg szerecsendió, ezekkel el lehet bolondítani. De jelen esetben csak ugye a fokhagymával és a kaporral dolgozunk, egy pici sóval meghintjük. Miért éppen cukkinit választottam ehhez? Nagyon őszinte megmondom, magam sem tudom. Én kedvelem a cukkinit, könnyen elkészíthető, szinte bármilyen ételhez tökéletesen megfelel. Tócsninak, lecsóba is lehet tenni halakhoz. Ugye megint csak nem az a rendkívül domináns ízű zöldség, amiről nem is tudom, hogy tökféle inkább, nem is zöldség, amiről beszélünk. Fűszerezni viszont ezt nem fogom. Tehát szeretném azt elérni, hogy a cukkini, ez a saját ízvilágát, a saját kis, azt a kellemes, könnyed ízét adja vissza a hal mellé. Pici sót teszek csak rá, és mondom, semmi egyéb fűszert, némi vajjal megbolondítom. Ha jól számoltam, akkor ennyi idő alatt el is készült a mogyoró. Zseniális. Látszik is rajta szépen, csodálatosan ilyen kellemes barnára pirult. Nagyon sajnálom, hogy önök ezt nem érezhetik, már az illatán érezni, hogy szép ropogósra pirult. És a cukkinit pedig nem is a halak mellé teszem, ezt beburkoljuk parázssal. Tökéletes, el is készült, jó bő negyed óra elteltével tökéletesre, zseniálisan elkészült ez a finom pisztránk. Megnézzük még a cukkinit, Isten igazából annak is készen kell lennie. Megnézzük, pazar, ennek ilyennek kell lennie, úgyhogy gyorsan tálalhatunk is. Fűszervajas pisztránk a grillezett, illetve a kemencés cukkinivel, és ugye amit mondtam mellé, a pirított mogyoró, egyszerűen csak meghintjük őket vele. Mellé is tehetnénk, de itt talán jobbat is mutat, illetve mogyoróról még tudni kell, hogy ugye önmagában is nyersen is fogyasztható. Hát, hogy mennyire finom és mennyire kelendő, mennyire kívánatos, ez elég az, hogy az elkészülés közben, még az alapanyagok sültek, a stáb tagjai szinte közelharcot vívtak azért, hogy még legalább egyel többet tudjanak enni. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, zseniálisan finom ételről beszélünk.